Egy családi ház kályhájához csatlakoztatott kéményben keletkezett tűz január 24-én az esti órákban Bucsán. A tűz átterjedt az épület födém szerkezetére, amely emiatt be is szakadt. A karcagi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a szomszédok egy gázpalackot kivittek az ingatlanból, illetve megkezdték az oltási munkálatokat, amelyet a tűzoltók egy vízsugárral, illetve kéziszerszámokkal folytattak. Megbontották a födém szerkezet további részeit, a további izzások felkutatása és megszüntetése végett. Az ingatlan lakhatatlanná vált, lakóját rokonok fogadták be. Hát úgy történt, hogy hát 12 fele a mama, hogy nem nagyon tud menni, mászba kibászott, az kiabált nekünk a szomszédban, hogy ég a ház, ég a ház. Úgy szaladtam át, hát ott belőle a kis konyha égett neki. Gyorsan a gázpalackot, gázviszelyt kivágtam az udvarra, mert már majdnem úgy be volt melegedve. És utána elkezdtem önt locsolni a tüzet, minden mit a tűzoltó. Hát hogy a két keze, a két lába, összeégett a nyelőcsöve, szája, most Debrecenben van a égési centrumban.